2021. június 11-e van. Remélem, hogy van hang is, és remélem, hogy láttátok ezeket a videókat, amit köszönöm szépen, amit eljátszottunk. És látjuk, hogy sok újdonság van. Nagyon jó fejlődik a projektünk. És a mai estére is vannak új információk. Aki nagyon követi az interneten, a Facebook csoportokba, lehet, hogy már ma este még egyszer fogja hallani, de aki egyszerűen ebbe a fél órába, 40 percbe szeretné meghallgatni minden új információkat minden pénteken, akkor meghallgassa vagy élőbe, vagy később hétfőn, mikor felteszik a YouTube csatornára. Épp néztem múlt héten a magyar és a horvát konferenciát, a legtöbben nézik meg. Úgyhogy az egész világon egyik konferenciákat se nem nézik meg ennyiszer, és örülök neki, hogy ennyire aktívak vagyunk, és ez is bizonyítsa, hogy jól dolgozunk, jól haladunk előre. Nekünk ma épp egy dubai befektető egy elég szép nagy csomagot vásárolt meg ma. Ma délelőtt hívtak Törökországból, van egy hölgy, aki nagyon komolyan vette ezt, és nagyon komolyan szeretné csinálni, úgyhogy aktívak vagyunk. Annak ellenére, hogy már nagyon végefele vagyunk a projekthez, és megyünk már a 14,2 fázisba, ugye? Már azt hiszem, hogy ez 24-én, épp akkor 2 hét múlva. Ez bizonyítsa, hogy jó haladunk, és jó helyen vagyunk. A Anatoly Eduardovics Junicki a cég alapítója, ezt tett már még a verebek is tudják, de egy nagyon komoly ember, aki ezt a több mint 40 éve készítette ezt a projektet, és most már közel 10 éve nagyon intenzíven foglalkozik vele. Ami nekünk azt mutatja, hogy ez a HUR technológia, egy teljesen új technológia, ami most már jelenszállítási rendszer, már több projekt épült, mi is utaztunk már vele, úgyhogy be tudjuk bizonyítani, hogy egy teljesen újfajta közlekedés, nagyon szép, nagyon új technológia, csendes, biztonságos, és az egész előnyt, ami van, azt mindenki meg tudja nézni az interneten, és most már nincsenek negatív beszólások. Eleinte, mikor elkezdték ezt a projektet, akkor összehasonlították mindenféle más projektekkel. Nekem naponta többfajta üzletet kínálnak, és mindig mondom, mi van avval, amit kínálták 2 évvel, 3-4 évvel, minden csődbe ment. Látjátok, nekünk meg a Skyway még mindig működik, és nagyon szépen haladunk, és ezek, akik annyira szkeptikusak voltak, most várják ezeket a új csomagokat, a 5000 dolláros csomagokat, mert látják, hogy ez mégis egy valódi. Ezt mi tudtuk már 2016-ban, mikor megismertük komolyabban a Skyway-t, és elkezdtük építeni a csoportunkat, akkor tudtuk, hogy lesznek ilyenek szkeptikusok, akik megvárják majd az utolsó pillanatot, de sajnos lesznek olyanok is, akik majd csak a tőzsdén fogják megvásárolni, 1 dollárért vagy még drágábbért a részvényeket. Ez a mi előnyünk, hogy megtudtuk 1-2-3 centért, dolláros centért vásárolni ezt a projektet. Igaz, hogy mindannyian gondoltuk, hogy gyorsabban kimegy a piacra, de most látjuk, hogy ez egy igazán óriási, óriási folyamat,
amit a Junicki úr minden évben a Ecofest-en, Marina Gorkába, meg élő előadásokba szokott évente 3-4-szer tartani ilyen hosszú előadást, és elmondja, és érdekes, hogy mindig egyet mond, és az az érdekes, hogy amit mondott, az már nagyobb része megvalósult. Úgyhogy én teljesen hiszek neki, egy nagyon nagy víziója van az életbe is, meg a munkatéren, és örülünk neki, hogy itt van most a 2021-es éve, elértük azt, hogy a célprojektek építkeznek, építik őket, és az idén elkezdenek egy másik nagy projektet is építeni. Hogyan kerültünk mi ebbe a buliba? Úgy, hogy valaki szólt nekünk, hogy figyelj, van egy szuper új technológia, és be tudsz fektetni már 25 dollártól havonta. Vannak ilyen részvénycsomagok, amit meg tudunk vásárolni. Mikor a cég kimegy a tőzsdére, vagy előbb lesz nyereség, akkor kapunk osztalékot, vagy a tőzsdén eladjuk minimum 1 dollárért a részvényeinket. És akkor így megpróbálta általában mindenki egy kisebb csomaggal, később látták, hogy ez komoly, 3-6 hónap után, akkor vettek nagyobb csomagot, vagy csomagokat. Úgyhogy egy befektető megvesz egy részvénycsomagot, és meg kell, hogy várja, hogy a cég kimenjen a fagyatősdére, vagy eladja a termékeket, a szolgáltatásokat. Nálunk a crowdinvestió opció, ez több mint 400 ezer befektető segíti ezt a projektet, és most már oda tartunk, hogy az egész projektnek kezdik építeni a célprojektet, és ebből lesz a nyereség, amiből kapjuk a hozamot, osztalékot, meg el tudjuk adni a részvényünket. Úgy működik, hogy van egy SkyWorld Community cég, aki kötött szerződést a GT-vel, ez az anyacéggel, és közöttük van az irányító cég, ami Junicki String technológiának nevezik, és van még 3 holding, ami a holdingok fognak kimenni a tőzsdére. Így mi, mikor kifizessük a vagy részletre, vagy egyszerre a csomagot, kapunk egy bizonyítókot, szerződést, certifikátot, meg tudjuk 10 dollárra rendelni eredeti certifikátot, nem szükség rá, mert a digitális bizonyíték, de ha valaki szereti, én egyet rendeltem, és meg tudja rendelni, olyan másfél-két hónap alatt kiküldik, kipostázzák a mi címünkre. A Skyway június 21-én bemegy a 14,2 fázisba, ez egy alfázis, akkor picit kevesebb részvénycsomagot kapunk a mostani állapotra, mert a diszkont minden fázacserénél, akkor cserélik a fázát, mindig megváltozik, és kevesebb részvénycsomagot adnak. Most, ahogy említettem, 15 fázis van, és a 15 fázis a Junicki szerint, és épp olvastam a Vladimir Maslownak a utolsó konferenciát, ami most volt, nem tudom, 7-én, és ő is mondta, hogy akkor fejeződik be a 15. fázis, mikor meg lesz a certifikát a gyors pályára, a 500 km sebességre. De egy a 15. fázis, amit mindent készítenek minden fázisba, minden lépések meg célokat meg kell teljesíteni minden fázisba. A másik meg az van, hogy a finanszírozás az sokkal előbb befejeződik. Itten van több opció,
Van egy opció, hogy most építik majd a, fel akarják építeni ezt a 60 kilométeres Abu Dhabitól, ez fél út Dubaig, és itten megcsinálni minden engedélyt, certifikátokat, ahol ki lehet, le lehet tesztelni és megkapni az engedélyt. De közben a cég már építi a célprojekteket, és így már van nyereség, és ahogy lesz egy nagyobb projekt, és megkapják a pénzt erre, akkor be tudják fejezni a 15. fázist előre is. A második az, hogyha erre a projektre, amire kell 200 millió dollár, nem találnak befektetőt, akkor akár még az év végén, vagy a jövő év elején ki kell menni nekik a tőzsdére, és eladni annyi részvényt a tőzsdén, hogy ki tudják ezt finanszírozni. Mert természetesen ezt a 200 milliót, ezt nem mi finanszírozzuk. A 15. fázis az 25 millió dollár nettó, amit be kell szerezni, de ezektől a projektektől sok minden függ. Úgyhogy a következő fél évben kiderül sok minden, kitisztul, és meglátjuk, hogy mi fog majd történni. A 15. fejlesztési fáz, ugye fázis, ahogy már mondtam, IPO, ez a tőzsde, ha kell, akkor oda is ki tudnak menni. Azt tudjuk, hogy tavaly szeptember környékén beadtak minden engedélyt, és egy és fél év alatt a cég teljesen kész lesz, minden papír, minden szerződés, hogy kimehessen a tőzsdére. Természetesen a tőzsdére mindig akkor mennek ki a cégek, mikor már elértek nyereséget, meg vagy fizettek osztalékot, vagy van több projekt. Minél több a projekt, annál komolyabban veszik a befektetők a céget, és többet vásárolnak. És akkor az is emeli az értéket, mert a tőzsdei érték ugye egy dollár lesz a start, de utána, ha lesz 5 vagy 10 projekt, amit már építkeznek is, akkor az még komolyabban felemeli az értéket. A Junicki azt mondja, hogy 5 év múlva a cégcsoportunk eléri a 500 milliárd dollár értékét, és 10 év múlva a dupláját 1 milliárd dollár. Itt már több száz projekten fognak dolgozni, és akár városi, akár gyors vonat, mondjam így, mint vonat, gyors pálya, ahol építkeznek több 100 kilométeres pályákat, ez is mind emeli majd a értéket. Én gondolom, hogy egy 10 év múlva a részvény, egy darab részvény akár 15-20 vagy 25 dollárt is fog érni, úgyhogy annyira ne siessünk az eladással, mert ha a cég kimegy a tőzsdére, mi 6 hónap után már szerződésünk beírja, hogy el is tudjuk mi is adni a részvényünket. A egyik információ, hogy a Vladimir Maslov is a Solar František, aki a SkyWorld Community-ba SkyWorld Community-t képviselik, és a dolgozói voltak Hanoiba, Vietnámba, és ott nagyon aktívak voltak. A legfontosabb megbeszélése a Thingfat képviselőikkel voltak, aki a Loyam-val együtt tervezik a 3,2 kilométer hosszú pályát, és ezek fogják majd építeni, és elkészíteni az egészet. Akkor megalapítottak a Viet Transnet Kft-t, és ezek fogják a jövőbeli vietnámi Skyway projektokat készíteni.
együtt a Skyway irodával, ami tudjuk, hogy Minszben van. Érdekes az, hogy volt egy ilyen adomány, ahol összesen összeszedtek 100 000 dollárt, és a Skyway-ből is 8500 dollár jött össze, amit adományoztunk, és ez a cég, a ThinkFat, azt hiszem, hogy az, ők is adtak 5000 dollárt, úgyhogy volt egy ott a Vietnámban, hogy mondják, az a uragán, és akkor azokat, akik elveszítették a házukat, és nekik ment ez a segély, és ezen a találkozón a vietnámi elnök is ott volt, úgyhogy fényképezkedtek, most épp nem raktam ide fel. Nagyon várjuk a hologram csomagot, ez a 5000 dolláros, amit 500 000 részvényt adnak. Nekem a héten megkérdeztem a Irina Volkovát, volt egy régióvezető Zoomunk, és nem tudott választ adni, de megígérte, hogy e-mailbe elküldi. Mai napig nem kaptam meg, ez kedden volt. Igen, és majd írok neki egy emlékeztetőt, hogy nézzen utána, mert nagyon sok most már, itt van ma is ez a dubai üzlettársunk, ez horvátországi, de ott sportol kint Dubajba, ő is szeretne egy ilyen hologramos csomagot megvásárolni. A építkezések folyamatosan mennek. Volt olyan kérdés, hogy mi van, ha Belorusszia szankció alatt lesz, vagy valami. Azt mondta Vladimir Maszlov, hogy az építkezés meg minden, természetesen ez nem hat ránk, és minden működik tovább, de van olyan opció is, hogy ha kell, akkor át tudják irányítani másik országba, meg akár Sharjába, Dubai környékére valahova a gyárakat, az terve is van, hogy ott is legyenek majd ilyen gyárok, ahol gyártsák majd ezeket a járműveket. Szeretem nézni ezeket a képeket, ami Minszbe látszik, hogy mennyire haladnak, és ugye tudjuk, hogy több mint 650 mérnök, vagy minden dolgozó van a Skyway-ba, a Unitsky String technológiába, és ilyen szuper járműveket le tudnak gyártani. Most egy vagy két hete bemutatták ezt a különböző ajtót, hogy hogyan csukódik. Ezt mikor Berlinben voltunk, akkor láttunk többféle, a kiállításon többféle gyártót, akik mutattak be ilyen klasszikus ajtócsukást, de a Skyway-nak egy különleges, teljesen olyan elzárt, csendes automata ajtója van, és ezt is most hivatalosan bemutatták. Ami még fontos, a napokban láttuk, hogy megint a újságírók jöttek és nézték ezt a projektunkat. Itt már látszik, hogy hogy fog kinézni az állomás, ugye? Itt látszik, hogy Abu Dhabiból Dubajba, akkor Sharjah, és akkor megy a Ayman, Al Kuwain, Ras Al Khaimah és Fujairah. Erre fog menni majd egy projekt, és így lesz majd az állomásokon, meg természetesen minden állomás előtt egy hangbejelzés, hogy hova érkezik, mikor megérkezik, akkor megint az automata bemondja, és ki tudnak szállni
az utasok. Ez a National Reporterek, ezek most újból meglátogatták a Sárgyát, és újból írtak, bebizonyították, hogy mennyire fejlődött a múltkori találkozón. Itt ez a videó, ami most azt hiszem, hogy legalább 12 portálon megjelent. Ezt már láttuk sokan. De az emberek mindig azt akarják a bizonyítékot, hogy ez működik. Ez egy komplett új technológia. Lehet, hogy itt megláttak az interneten, vagy a rajzfilmen. Nem tudom, hogy gyorsan lefordítani. Ez egy teszt, a certifikációs center, és ahol gyárt... Nem egy opció, hanem egy reális projekt, amit a Skyway gyártott. Ez a VIP, megmutassa, mennyire kényelmes. Igazán VIP-on érezzitek magatokat, bőrüléses. At the moment, it can't travel more than 10 to 15 meters out on the track because they're testing the stress. However, they assure me by the end of March, people will be traveling the full length of the test track. És ami érdekes, nincs sofőr, nem húzza semmi zsinór, hanem egy teljesen automata. Itt van ezek a portálok, amit meg lehet nézni, ezt betettem a Skype csoportba is, meg a Facebook csoportba, hogy mennyi újság ír, és ez mindig több és több lesz. Ez nekünk egy nagy reklám, mert ezentúl az egész világba fognak írni a Skyway-ről, és a legnagyobb szkeptikusok is be fognak ülni, és meglátják, hogy milyen érdekes, és igazán lesz egy valódi új technológia. 2019-ben ugye voltunk Marina Gorkába, több mint 5000-en, ez volt nekünk a harmadik Eco-fesztivál, és minden évben. Az idén betettem egy linket a Skype csoportba, mindenki meg tudja, oda tudja írni, hogy szeretne elmenni, milyen feltételek, ha kell felvenni a vakcinát, vagy ha nem repülővel esetleg, úgyhogy töltsétek ki, írjátok meg a véleményeteket, és ahogy a többsége válaszol, úgy szervezik meg majd vagy a Marina Gorkába, vagy a Sárgyába a Eco-fesztivált. A Sárgyába igaz, ott lesz a Dubai Expo is, amit mink is tervezünk, ugye menni, még nem szerveztük meg, sok mindent lehet látni, de a Skyway technológiát, ha igazán csak ezért megyünk, akkor a Marina Gorkába sokkal többet tudnak bemutatni, mert mi harmadszor mentünk, és akkor is sok-sok újdonságot bemutattak. Tavaly ugye nem volt, online volt, és az idén, de az biztos, hogy szeptember előtt nem lesz sehol. Ha lesz Marina Gorkába, akkor szeptember, ha Dubajba, Sárgyába lesz, akkor lehet, hogy október-november. Ezt majd kiderül a következő 2-3 hónapban, hogy
hol lesz. Márina Gorkában minden technológiát ki lehet próbálni, ott megvannak az engedélyek utasszállításhoz, és tesztelik is, ugye. Most még mindig várnak egy engedélyt, hogy elindítsák itt is a gyorspálya építkezést, ami olcsóbb lenne, mint Abu Dhabiba, de Abu Dhabiba, ha meg lesz finanszírozva, akkor természetesen ott is fogják majd építeni, mert az a fontosabb. Ugye itt meg lehetett látni ezeket a járműveket. Mi is ott voltunk, megnéztük, ezt kipróbáltuk. Az előnyeit nem fogom mondani mindig, de az, hogy olcsóbb az építkezés, a fenntartás, a biztonság, kapacitás, minden a többi más, nem lehet mondani konkurens cégekhez, hanem mert a Skyway-nak még nincs konkurenciája, ilyen technológiát még senki nem gyárt, de vizuálisan lehet látni hasonlót, csak a technológiával nem. Amit terveztek minden fázisba, ugye ez az érdekes kép, hogy Uniwind is, Unibike, Unicar, többféleképpen most a 25 személyes Unicart csinálják, az is be lesz mutatva ősszel, lehet, hogy már kint lesz, Sharjahba. Azt tudjuk, hogy a Sharjahba a októberben a 2,5 kilométeres pálya, amit most fejeznek be, meg lesz a certifikát, minden tesztek, és 140 km per órával a utasok 2,5 kilométert tudnak utazni, teljesen operatív lesz. Úgyhogy aki a Dubai Expo-ra eljön, akkor oda el is fogják mindenkit hívni. Sokféle certifikátot kapott a cég, meg diplomákat, okleveleket, a 50 nemzetközi bejegyzett, hogy mondják, az a patent, és ez a Uniflash, ami 500 km per sebességgel, ami mindenkinek nagyon nehéz elképzelni, hogy ilyen gyorsan megy, és ezért kell majd 2 év még ezt letesztelik, és megkapnak minden certifikátot. Én szerintem egy 3-6 hónap tesztelés, mikor már kész lesz a pálya, hogy annyi kell egy certifikátra. A Unibike meg a Unibus, arra 1 hónapot kellett tesztelni nekik, és mindenféle ilyen biztonsági ellenőrző cégek jöttek, akik ezt tesztelik, ugye a legfontosabb biztonság, és minden milliméterre, centimétereket mértek, a súlyát, a részre, mindent le kellett adni, de 1 hónap alatt körülbelül megkapták ezt is. Azért gondolom, hogy a Uniflash az lehet, hogy 5-6 hónapig is majd fog tartani. Na, az előbb, amit láttuk belülről ezeket a gyárakat, most megvannak az épületek kívülről is. Ugye tudjuk, hogy 36 épületünk van, megvannak ezek a 50 irodák, akkor a Skyway Plaza, ami szintén a Skyway Unitsky String technológia tulajdonába került. RTA-val, minisztériummal kötöttek szerződést, ezt is tudjuk már. Annak időben 2 évvel ezelőtt én is meglátogattam, akkor csak alapokat tudtam fényképezni, elmentünk egy kis busszal Dubajból a szlovén partnereinkkel, 14-15-en voltunk, és akkor ezek a tervek voltak, de mostan minden nap jelennek új képek, és látjuk, hogy már folynak a tesztelések, és az az érdekes, hogy minden pálya, még ez a 400 méteres, meg a 2,5 kilométer, ez is komerciális, ami azt jelenti, hogy utaznak majd az emberek,
és lesznek állomások. Szóval innen ez a Transnet kötődik össze tovább. Már vannak a vietnámiak is, meg látom, a oroszok is tettek fel ilyen Google Street képeket. Ezek nagyon nem hivatalos képek, mert ez csak egy, kitalálták, hogy lehet, hogy erre fognak menni. Én inkább olyan képeket szeretnek betenni, amiről már beszélnek, és amik már alá vannak írva az első szerződések, vagy a előszerződés, vagy memorandum, és akkor azt most tudom, hogy tudjátok, hogy vannak ilyenek, de ezt majd későbbiekben, mikor megerősítik, akkor betegyük. Ez egy nagyon jó kép, mert itt meg lehet látni, hogy egy belső irodából irányítsák, és 20-30 kamerával az egész projekt le van fedve, és mindig tudják, hogy merre mi történik. Itt is látszik a kamera ezen az oszlopon, ugye? Ami nagyon fontos, mert minden célprojektek is meglesznek, ugye? Ahogy a Junicki még mondta 2 évvel ezelőtt, hogy blockchain technológiával fogják adni, irányítsák az egészet, mert azt ott nem lehet lehekkelni. Ami nagyon fontos, megint a biztonságra, tudjuk, hogy milyenek a hackerek, le tudnak állítani, de a blockchain-en keresztül az természetesen nem létezik olyan, aki le tudná állítani, lefékeztetni, vagy másik szembe. De ha az is megtörténne, ha ilyen nem reális dolog is megtörténne, akkor azt is mindjárt észre tudják venni, hogy valami nincs rendben, megállt a jármű, a nem tudom 68. kilométeren valami baj van. És már oda lehet küldeni a drónokat, vagy helikoptert, vagy valamit, és megnézni, hogy mi baj van, miért állt meg ez a jármű. Ugye itt vannak az állomások, ez a sárgyai nagy területen van, amit a sárgyai sejtől kaptak teljesen ingyen egy területet, ahol felépítik a technológiát, bemutatják, hogy a sivatagban plusz 50 fokon ilyen homokos, meg sós levegőbe, és lehet közlekedni ilyen járművel. Ha ezt bemutatják, megígérték, hogy 50 milliárd dollárért rendelnek projekteket, és ahogy látjuk, most már lassan ezek a projektek is tervekben vannak, írják alá szerződéseket, és itt van ez a 130 kilométeres, ami teherszállítás, ugye? Látszik, hogy 1 dollár, 100 tonna, 1 kilométer, ilyen olcsóval senki, egy hajósa semmi, senki nem tudja szállítani. És az, ami érdekes, hogy akár még szigeteket is, ha nincsenek nagyon messze, vagy nem nagyon mély a víz, össze lehet kötni, minden kontinenset meg tudnak oldani olyan problémát a utazásra, meg a teherszállításra, ami egyik más létező szállítás nem tud. A Szaúd-Arábiából is ugye van az a nagy projekt, amit akarnak építeni, eljöttek ez a ERI, ez a legnagyobb építkezési cég Szaúd-Arábiába. Azt tudjuk, hogy Szaúd-Arábia milyen nagy, óriási ország, hát lehet mondani, hogy fél Európa, mert az Egyesült Emirátus ország az igazán egy pici ország, de egyik legsikeresebb és leghatékonyabb ország a világon. Ők akarnak turizmust felépíteni, meg teljesen 100% ki akarják dobni a benzines és a dizeles járműveket. És ez a Szaúd-Arábia is megy már arra, mint az egész világ. Láttuk, hogy a sárgyai sejk is meglátogatta, és beszéltek arról a 10,4 kilométeres célprojektről,
ami Sárgyába az ő palotáját is megközelíti, és összeköti, akkor ezzel tud ilyen VIP unikárral utazni, ha el kell menni Dubajba. Na, ilyen Google térképeket ugye sokat látunk most az interneten. Én csak ezt tettem fel, mert ez a projekt, ez ott van, hogy 2023-ban már úgy tervezik, hogy késznek kell lenni, és ez egy teherszállítás, ami összeköti a sárgyai kikötőt és a Korfakán kikötőt, és ez lesz egyik nagyobb célprojekt, amit kezdenek majd építeni. Itt ilyen 30-35 tonnás konténereket tudnak ezek szállítani, és akár ilyen 200 méteres, 200 méterre lesznek az oszlopok, 15 méter magas, és a kikötői projekteket is, ugye azt tudjuk, hogy nincs megállás, ez automata beteszi a hajóba, vagy abba a emelőbe konténereket, és automatizálva mennek 120-130 km sebességgel tudnak menni ezek a Unicontok, az a neve neki. Akkor terve vannak ezek a kikötők is, ami teljesen automatizálva, és egy 24 órán belül egy óriási nagy teherhajót, ilyen, ami Kínából jönnek, és ki tudja üríteni, meg utána fel is tölteni. Mostanában nem hallottam újdonságot erről a 15 kilométeres projektről. Ahogy lesz majd új információ, akkor elmondom. Azt tudjuk, hogy a sárgyai projektre ezt mindig, ez a igazgató mindig emlegetik. Ez majdnem minden héten van, nem majdnem, hogy minden héten egy-kettő ilyen előadás, és mindig megemlítik, hogy a Skyway a fő közlekedési partnereik. Ez a szép, hogy mondják, ez a makett, ami ilyen bemutatóra van, ezt most megcsinálták, el van készítve, azt hiszem, hogy 10-valahány méter. Itt van egy rövid videó. És akkor ez a expon be lesz majd mutatva. Nem mondtam egy dolgot. A július 1-én a tokenok mind szabadok lesznek. Azt tudjuk, hogy 8,33% szabadul minden hónapban, és mit és hogyan, az majd be lesz jelentve, hogy hogyan tudjuk eladni, vagy mit csinálni vele. Vladimir Maszló azt mondja, hogy ne siessetek eladni, mert a projektvevők a Unitsky Sling technológiára tokennel fognak fizetni, és nagy lesz a kereslet. Nem lesz 10 cent, hanem többszörös értéke lesz neki, és ezek kint lesznek a tőzsdén, és ott mindig be tudjuk váltani USDT-re, vagy Bitcoinra, vagy valami másra, vagy euróra, és nagyon nagy potenciális. Úgyhogy ennyit tudok újat a tokenekről. A Vietnámban 5 potenciális projekt van, van ez a 3,2 kilométeres, amit már letették a bankgaranciát is rá, akkor van egy Hanoi projekt, 25 plusz 15 plusz 9,5 kilométer, Hanoi ugye a főváros, akkor van a 7 kilométeres egy projekt, akkor van ilyen hidak, meg humusz egy szigeten,
a Happy Land, és van egy 20 kilométeres a Ho Chi Minh városba. Úgyhogy erről az 5 projektről a Maslow és a František tárgyaltak, és én szerintem nagy lépést csináltak. Igaz, hogy 3 hétig be voltak zárva a szállodába, de egy hét akkor nagyon-nagyon aktívan, kipihenve, ugye, dolgozhattak. Nekünk az a feladatunk, hogy szerezzünk még minél több ilyen certifikátot, minél több részvényünk legyen, mert nem sokára ezek igazi, nagyon nagy értékek lesznek nekünk is, meg a gyerekeinknek. Én tudom, hogy azok, akik annak időben megvásárolták a komoly cégeknek a részvényüket, mint Coca-Cola, vagy Microsoft, vagy ilyen, akkor egyszerűen senki nem akarja eladni. Miért? Mert nagyon jó értéke van, mindenki vásárolja, mindenki használja, és kapják az osztalékot. Ilyen lesz a Skyway részvény is. Mindenki fogja minden nap használni, millió, 100 millió, lehet, hogy milliárd emberek is naponta, és ha mindenki megveszi azt a 1-2 dolláros jegyet, akkor számítsátok ki, hogy milyen óriási forgalom lesz. És ebből egy szép osztalék lesz, a Skyway 20% nettó jövedelmét mindig ki fogja osztani, mint osztalék, évente egyszer, utána csak az van, hogy megőrizzük a pénzünket, még nem kapjuk meg a jövő évbe az osztalékot. Én ennyit szeretném volna a ma estére, 43 perc, köszönöm szépen a figyelmeteket, és remélem, hogy mondtam néhány új információt is. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!